Az éghajlatváltozás a méhekre is hatással van, nehéz dolguk lesz a méhészeknek idén, hiszen az eddigi enyhe tél miatt félő, hogy a méhek túl korán véget vetnek téli vegetációjuknak, ez pedig tömeges pusztulásukhoz vezethet. A mogyorónak a barkája, amely az egyik legkoraibb virágport adó növény a méheknek, le van nyúlva nagyon, ez azt jelenti, hogy ez már virágzik. Bár Kovászna megyében a pénteki nappal hivatalosan is megkezdődött a tél, az éghajlatváltozással járó eddigi enyhe időjárás aggasztóan nehéz helyzetbe hozza a méhészeket. Tél elején a méhek visszavonulnak kaptárjaikba, saját testük melegével felfűtik azokat, így alusszák át a telet. De a szokásosnál magasabb hőmérséklet következtében a méhek több helyen már tavaszt érzékeltek, elkezdték a fiasítást, és kirepülnek a kaptárból. A fiasítás nevelésekor nekük szükségük van nagyobb hőmérsékletre, nagyobb melegre. Fel kell fűtsék a fészket 35 Celsius fokra, ugyanakkor meg el kell nagyobb mézmennyiséget fognak fogyasztani, és nagyobb virágpor szükségletre is van olyankor nekik tehát szükségük, ami a kaptárban nem igazán, a virágpor nem igazán található meg olyan mértékben. Virágpor hiány nem tudják táplálni az utódaikat, így azok rövid időn belül elpusztulhatnak. A most beköszöntött hideg sem segít már rajtuk. A méhészek egyébként is nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt évek folyamán. A multinacionális cégek élelmiszerboltok kínálatában ugyanis jóval alacsonyabb áron lehet mézet vásárolni, mint ahogy a termelőknek megérné azt előállítani. Noha ezek minősége összesen hasonlítható a helyi termelői kínálattal, az áruk miatt mégis sokan ezeket választják. Ráadásul a mezőgazdasági ágazaton belül a méhészek kapják a legkisebb állami támogatást, és erre a most felmerülő problémára, amit a szokatlanul meleg téli időjárás okoz, egyáltalán nem létezik támogatási kárpótlási forrás.